Ecsédi táncművészé a megyei díj. Megkezdődött a burgonyaosztás 60-ban. Tóth Krisztina könyvbemutatója Gyöngyösön. Üdvözlöm Önöket! Ez itt a 60 Online TV híradója, én Ország Tóth Szilvia vagyok, a térség friss és fontos híreivel. Maksa Henrietta, ecsédi illetőségű táncművész az egyike azoknak, akiket a Heves megye közgyűlés érdemesnek tartott Heves megyéért díjára. A térségünk hírnevét öregbítő néptáncos tehetséget Szabó Zsolt államtitkár, valamint Tóth Csaba közgyűlési alelnök terjesztette fel az elismerésre. Ecsédi viseletben érkezett a megyeházára Maksa Henrietta táncművész. Ő vehette át elsőként a megyei közgyűlés idei Heves megyéért díját a grémium vezetésétől. Elsősorban annak köszönhetem, hogy nagyon sokat próbálok tenni a magyar kultúráért, főleg a magyar néptáncért, és kicsike hazám Heves megyéért is, hogy minél több emberhez eljusson az a kultúra, az a néptánc, az a népi közeg, ami itt jelen van, és szeretném tényleg az egész világnak megmutatni, hogy mennyire gyönyörű kis helyen lakok, Ecséden, illetve hát az Ecséd vonzás körzetét, illetve hát az egész megyére vonatkozólag is vannak terveim, hogy be kell mutatni, és még jobban a felszínre kell hozni, hogy mindenki előtt nyilvánvaló legyen. A gyöngyösi Vidrocki táncegyüttesből az Állami Népi Együttesség jutott, de a táncművészeti mesterképzés mellé a történelem szakot is elvégzett Maksa Henrietta szerint Erdélyben, Felvidéken, Délvidéken is érdemes népdalokat gyűjteni. Ezt ő is rendszeresen teszi, mégis a legérdekesebb leleményeket a saját helyi, akár ecsédi környezete rejteti. Ő álmodta meg a Folkpédia internetes oldalt és a néphagyományok életben tartására. A hivatásos táncművész Szabó Zsolt államtitkár, valamint Tóth Csaba közgyűlési alelnök terjesztette fel az elismerésre. Eleve a néptánc az nem egy könnyű műfaj. Az büszkeség, hogyha valaki a hagyományokra épít, a múlt tiszteletére, és annak a településnek és a környezetének a tiszteletére, és megőrzi ezeket a hagyományokat. A Maksa Henni ő ilyen. Szabó Zsolt szerint sok tehetség tevékenykedik a választókörzetben, vagyis nem a merítéssel van gond, hanem a szükségszerű választással, amikor el kell dönteni, kit jelöljenek. Ezen a napon Biros Péter vízilabdázó, az Egri Egyetem rektora dr. Liptai Kálmán, Sándor Tamás sajtmester és egy szihalmi hagyományőrző egyesület érdemeltek ki még a rangos elismerést, a megye névadó díját. Mostantól mindannyian Heves megye hírnevét öregbítik egy egyre bővülő rangsorban. Folyamatosan fogy el a közpénz 60-ban a Vadászati Múzeumot egykor üzemeltetett önkormányzati cégből, amelynek nincs valós tevékenysége. A közel milliós mínusz kitermelése mindössze fél év alatt már a pénzügyi bizottságnál is feltűnt, mégis elfogadták a cég beszámolóját. További részletek a 60online.hu-n olvashatóak az újabb súlyos mínuszokról. Szombaton kedvezményes burgonya, alma és hagyma vásár kezdődik 60-ban két helyszínen az arra rászorulóknak. A kezdeményezést Szabó Zsolt vezetésével 2011-ben indított el az önkormányzat, mely lehetőséget biztosít a kedvezményes vásárra. A 60-i többgyermekes családok és az önkormányzat által megállapított szociális ellátásban részesülők, valamint a nyugdíjasok élhetnek a lehetőséggel a készlet erejéig. Az 5. számú 60-i választókörzet lakóihoz pénteken házhoz vitték a kedvezményes burgonyát. A 60-i önkormányzat 2011 óta minden évben szervez kedvezményes burgonya, alma és hagyma vásárt. Az 5. választókerület lakóközösség is igen aktív volt, sokan jelentkeztek a kedvezményes vására, amit a kerület önkormányzati képviselője Köves Gábor Nándorné szállított nekik házhoz. Minden választókerület képviselőjének a feladata, hogy összegyűjtse a rászorulókat, és azoknak valamilyen módon eljuttassa. A korábbi évekhez képest némileg megváltozott az, hogy ki hogyan valósítja meg a burgonya kedvezményes szétosztását. Ebben az évben egy kicsikét megváltozott, hiszen ez egy közfeladat, és nem adtak hozzá önkormányzati autót, mindenkinek saját magának kellett erről gondoskodnia. Most itt egy picikét hátrányos helyzetben voltam, mert nekem nincsen saját autóm, így mást kellett megkérnem, hogy segítsen, hogy eleget tudjak tenni ennek a feladatomnak.
Egy jelképes összegért 500 forintért 15 kg burgonyát, 10 kg almát és 3 kg hagymát kapnak a kedvezményes vásárlásra jogosultak. Kedvezményesen vásárolhatnak a nyugdíjas, illetve a szociálisan rászoruló 60-i lakosok, több gyermekes családok, valamint az önkormányzat által megállapított szociális ellátásban részesülők. A feljegyzett szociálisan rászorultak az önkormányzattól kapnak értesítést, a nyugdíjasok pedig maguk jelentkeztek a kerületi képviselőknél, és az alapján viszik ki nekik. A szállításban végül segítséget is találtak. Azért meg szeretném említeni a segítő szolgálatot, hiszen ők ebben nekünk segítenek a szociálisan rászorultaknak a kiszállításában, tehát nekik ők viszik el a burgonyát, az almát és a hagymát. Idén október 8-án szombaton a Bajza József gimnáziumban és a Széchenyi István római katolikus középiskolában a készlet erejéig élhetnek az arra jogosultak a kedvezményes burgonya vásárlás lehetőségével. Ősszel októberben lecsendesedik minden. Több idő jut az elmélyülésre, olvasásra, különösen az országos könyvtári héten. A Gyöngyösi Vahot Sándor Városi Könyvtár tavaly kezdett programsorozata a Fiatalok a Könyvtárban, melyre idén Tóth Krisztina író költőnőt hívták meg az író-olvasó találkozóra. Tóth Krisztina 5.-6. osztályos korában már verseket írt, majd szobrász akart lenni, mára pedig József Attila díjas költő. Őzöm arcomat, s eleddig nem zuhant sokat csecsemebecse, sőt, egy bocsom is van. Minden ház udvarán gyerekek játszanak, de minden udvar fölött van egy csukott ablak, amely mögött egy gyerek áll, aki a többieket nézi. Na, ő lesz a költő. Ez volt az a gondolat, amivel Tóth Krisztina költő is azonosulni tudott. Tóth Krisztina 5.-6. osztályos korában már verseket írt, majd szobrász akart lenni. 89-ben, 27 éve, amikor megjelent az első könyve, félig meddig ő is gyermek volt. A József Attila díjas költőnővel az októberi országos könyvtári héten Gyöngyösön beszélgettünk a mai fiatalok gondolati világáról és az olvasás népszerűsítéséről. Az olvasásra nevelésben nagyon fontos szerintem az, hogy kortársakat olvassanak. A kortárs irodalom az ő nyelvükön szól, az ő problémáikról, és ez az, ami tulajdonképpen körbeveszi őket. Tehát érdemes szerintem klasszikus műveket is a kortárs irodalmon keresztül megközelíteni. Úgy állította össze a versanyagot, hogy azt a 11-12-es korosztályt szólítsa meg, akik most eljöttek. Hangulatképeit, prózai szövegeit a mindennapok látszatra jelentéktelen, mégis meghatározó történései ihletik. Kifejtette, mióta felnőtt már fontosnak tartja, hogy megbecsülje az időt, ezért minden pillanatban, amikor eszébe jut valami, azonnal papírra veti. Így volt ez 32 éves korában is. Szívek, szavak mélyén mi ülepszik? Mi lesz? Így fog eltelni? Élni ez? Vagy túl a túl bonyolult léten, túl ezen, egyszer csak majd megérkezem. Mint mondta, az idegen nyelvű közegben is magukra ismernek az olvasók a történeteiben, bár ők talán kevésbé fogékonyak arra a fajta humorra, iróniára, ami a magyar irodalomra annyira jellemző, és amit ő is a sajátjának érez. Műveiben az öröm és boldogság, a fájdalom és a szomorúság különféle tónusai állnak egymás mellett. Megemelt fizetés érkezett a pedagógusok számlájára. Az érintettek 3-15 000 forinttól kaptak több pénzt, közölte Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Kiemelte, 2013-14 és 15 után idén is folytatódott a pedagógusok bérének növekedése, idén 3,5%-kal. Az emelés jövőre sem áll meg, összesen 50%-kal nőnek majd a keresetek, jelezte Rétvári Bence. 3 lépcsős, legalább 50%-os béremelésre tesz javaslatot a kereskedelmi dolgozók számára a szakszervezet, értesült a Magyar Idők. Ennek oka, hogy már több éve nem volt átfogó ágazati bérfejlesztés, habár az utóbbi hónapokban elsősorban a munkaerőhiány miatt már a zsebükbe nyúltak a multik.
A mérleg beszámolók szerint egyébként a nyereségből bőven jut napbérfejlesztésre, írja a lap. Köszönöm, hogy velünk tartottak, legyen szép hétvégéjük. Friss hírekért keressék fel a 60online.hu-t, a viszontlátásra. Szombaton a hajnali köd megszűnése után kisüt a nap, csapadék nem várható, reggel több helyen fagyhat, vasárnap erősen felhős idő valószínű, délután 13 és 16 fok várható, hétfőn és kedden változóan felhős időre készülhetünk.